A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 8-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban köszöntjük Serfőző Simont, ellátogatunk egy előadásra, illetve egy textil kiállításra, majd következik egy kis színház, illetve a történelem dalban elbeszélve sorozat új epizódja. Tartsanak velünk! A 80. születésnapján Székesfehérváron is köszöntötték Serfőző Simont. A Vörösmarty könyvtárban pályatársai és olvasói egy bensőséges hangulatú esten idézhették meg a legenda életét. Szoroskodtam szűk utcákban, ajtókapu kizárt otthon, hely nem volt hol meghúzódnom. A Vörösmarty könyvtár munkatársai, a Vörösmarty társaság tagjai és hűséges olvasói köszöntötték Székesfehérváron a magyar költészet jelenkori ikonját, a 80. születésnapját ünneplő Serfőző Simont. Bobori Zoltán, a Vörösmarty társaság elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, minden vele együtt töltött pillanat megerősítést jelent a pályatársaknak és a leírt gondolatok tisztelőinek egyaránt. Ünnepel a magyar irodalom, ünnepelhet, és van miért ünnepelni Serfőző Simont. És én azt hiszem, hogy van miért nekünk, fehérváriaknak ünnepelni őt, és megragadni minden alkalmat, amikor őt köszönhetjük, vagy akár a műveit bemutathatjuk. Olyan sokat köszönhetünk mi Serfőző Simonnak, ez egész magyar irodalom, és hát külön öröm számomra, hogy ebben az ünneplésben jelentősen kivehetjük mi a részünket, hiszen az eddigi közös szolgálatunkban is jelentősen kivettük a részünket. Nagy-nagy szeretettel vállaltam el ezt a szolgálatot, hogy ővele beszélgethetek ma, és nagyon bízom benne, hogy ez a szolgálat még folytatódni fog. Az ünnepelt a magyar líra korszakos egyéniségének a szegénységből érkezve immáron több mint 5 évtizedes víziója az életművében is kiemelten kezelt és megélt társadalmi valóság hiteles bemutatása. 80 évesnek lenni nem nagy dicsőség. Sok minden belefért, remélem még fog is. Tehát nem gondolom, hogy az életem lezárult volna. Tehát azt gondolom, hogy több van mögöttem már, mint előttem. Épp amíg beszélgettem itt a könyvtáros hölgyel, megkérdezte, hogy mióta írok, és mondtam, hogy 13 éves koromtól. És azóta nem tudom abba hagyni. Ezt viccek gondoltam, de igazából van is ebbe valami, hogy azóta nem bírom abba hagyni, mert a hiányérzet állandó bennem. Hiába indultam azzal az ösztönzéssel, azzal az elhatározással, azzal a düvel, meg fájdalmas érzésekkel, amivel indultam, hiszen ez az indulásom a 60-as évekre esik, a magyar parasztságnak a téjezbe hajtásával, a vidéki embereknek a városba tömörítésével, akiknek a nyomában én is elkerültem a városokba, éltem az ő életüket jó részt, és ebbe ez is sok minden belefért, ezt próbáltam sok esetben megírni, kisregényekben, meg versekben, meg riportokban, meg persze azok, meg az azután időket, amiben megint benne vannak olyan események, amelyek hát nem voltak éppen derűs évek, évtizedek, amik mögöttem vannak. Magamat nem sajnáltattam, sorsom
mindenkor vállaltam, jött élvelő elszántsággal, tacott elő szívott fákkal. Péntek Imre a barát és pályatárs hiteles gondolatsorra arról állókodik, hogy serfőző Simon a természetes, a tanyavilágból érkezve magával hozott emberi költői magatartása, amely tükröződik művein is, örökérvényű igazságokat hordoz ma is. Újra érvényesítette azt az elgondolást, hogy lehetséges a népi, új népi hangon is megszólalni. A Simon a fizikai munkás létnek a lírai aspektusait be tudta hozni. Tehát ami azt hittük, hogy Veres Péter és Sinka után nem lesz már új generáció, lett a Simon személyében. Mondjuk ő is egyik utolsó, hogy is mondjam, képviselő volt ennek a hangnak, de ezt a hiteles, a fizikai, emberi erőfeszítésnek a hangját, az ő hozta be újra, hogy a 60-as, 70-es években, tehát egész korán Farkas László, aki egy nagy mentor, a kritikus újírás szerkesztője volt, nagyon támogatta a Simont, és az első kötete is így jelent meg. Én pedig személyesen jó viszonyban voltam vele, én Egerszegen tanítottam, és egy alkalom a 80-as évek végén mondta, hogy gyere ide a Napjaink című laphoz, itt lehetsz munkatárs. És én pedig elrobogtam akkor Egerszegről Miskolcra, és 3 évig dolgoztunk együtt a lehető legnagyobb, hogy is mondjam, egyetértésben, szeretetben. Kapdevó Lóránt sajnos már nincs közöttünk, Feledi Gyula, tehát egy rangos, egy grafikus, aki nagyon jó barátunk volt, meg Gulyás Mihály, ki ne felejtsem, a főszerkesztőt, egy jó társasággal, én ott szocializálódtam az újságírói szakmára, tehát ott tanultam meg a szakma alapvető fogásait. Tehát a Simon nekem atyai barátom is volt, mert több éve már előttem járt ebbe a szakmába, és én sokat köszönhetek neki, és ma is hálás vagyok neki. Az est visszafogott felsége hangsúlyozottan erősítette meg, serfőző Simon példát ad a felgyorsult világban a mának és a holnapnak is. Új programsorozatot indított a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Szombaton a népszerű kézműves anyag a gyapjú felhasználásának módozatairól hallgathattak meg előadást a Rácz utcában. Majd a Szent István Művelődési Ház adott otthont a Minden, ami textil kiállításnak, ahol az Egyesület tagjai mutatkoztak be a közönségnek. Kalandozások a textilek világában címmel rendeztek szakmai napot a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. A nagy érdeklődéssel várt találkozó nagyapjú volt a központi téma, melyhez szakmai előadások és gyakorlati oktatás is kapcsolódott. Ez egy előadássorozatnak az első darabja, ami a mai nap van a Kézművesek Házában, ugyanis kalandozunk a textilek birodalmában. 2 évvel ezelőtt szerettük volna, csak hát a járványhelyzet megakadályozott bennünket, most viszont bízunk benne, hogy mind a 3 alkalmat meg tudjuk tartani. Most az első alkalom a gyapjú, és az első előadónk Dezsőné Borbélyen ma, aki a gubaszüvecsnek a titkaiba vezeti be az érdeklődőket. Ugye suba, guba, többen ezek összekeverik a fogalmakat, meg ugye ebben gubát cserél, tehát vannak ilyen mondások. Úgyhogy mi a gubával foglalkozunk, amit szőnek a gyapjúból, a birkának a gyapjából. A gyapjú népszerűsége az elmúlt időszakban megerősödött, egyre több kézműves választja alapanyagul. Dezsőné Borbély Emma népi iparművész előadásából a gubaszövés rejtelmeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Azt látjuk, hogy ilyen reneszánszát éli, vagy újra-újra visszatér, és kedves alapanyag lesz. Nagyon sok szövőst érdekel a gyapjú, szövőst is, hímzőst is, mert lehet a gyapjú fonalból szőni, és lehet hímezni is, lehet vele díszíteni, meleget ad. Tehát biztos, hogy ez is közrejátszik. Meg az is közrejátszhat, hogy nehezebben jutnak lenfonalhoz, vagy kenderfonalhoz. Tehát azt nem tudják úgy megszűni, a gyapjút viszont nagyobb a forrás, többen foglalkoznak vele.
Minden, ami textil címmel invitálta a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a Szent István Művelődési Házba tagjait és mindenkit, aki szeret gyönyörködni a mesterek varázslatos munkáiban. Ezen a kiállításon megtapasztalhattuk, mi minden születhet, ha valaki a régmúlt csodáit új gondolat szolgálatába állítja. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete egyre nagyobb szaporodása a szakköreinek száma is mutatja. Az emberek gyakran végeznek olyan munkát, olyan elméleti vagy olyan gyakorlati munkát, ami igazán nem elégíti ki a kreativitásukat, a női tevékenységüket, nem járul hozzá mondjuk az otthonuk csinosításához, tehát nem tudnak hozzátenni csak elméletben a dolgokhoz. És hát nem mindenkinek adatik meg, hogy akkor sem, ha ügyeskező, hogy művészi pályára menjen, de ki tudja egészíteni úgy az életét, a tevékenységét, hogy mégis alkotó emberként élhessen. Szenci Jánosné az Egyesület vezetőjeként és kézműves mesterként is sokat tett és tesz azért, hogy az ősi magyarság a régmúlt idők csodái egyre inkább hódítsanak a mában is. Kiállításnak az a cím, hogy minden, ami textil, és ami itt van, tényleg minden, ami textil, tehát amivel foglalkozunk. Ide tartoznak a szövősök, fonósok, csipkeverők, hímzősök, nemezelősök, tehát olyan mindegyik varrósok, mindegyik olyan szakág, ami textillel foglalkozik, vagy textilt állít elő. A személyes megjelenés, jelenlét, az megerősít ilyenkor? Hát igen. Tehát azt szoktam mondani, hogy amilyen a kézműves, olyan a munkája. És itt most azt lehet látni, hogy ki milyen, mögéje lehet látni, hogy milyen ember az az illető, milyen alkotásai vannak, milyen színeket használ, és ebből is lehet következtetni az alkotóra. Landgráf Katalin amellett, hogy alelnökként segíti az Egyesület munkáját, textilművészként, szövött anyagtervezőként maga is régóta elkötelezettje a kézművességnek a régi hagyományos szövések megújításával. Nagyon nagy örömmel tölt el engem, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, mert sokan vagyunk az Egyesületben textilesek, mindenféle fajta textillel foglalkozunk, és nagyon jó együtt látni. És hiába ismerjük egymást, egymás munkáit legfeljebb szatyorból vagy összetekerve látjuk, de ilyenkor, amikor egy ilyen ünnepi környezetben megjelenik, az mindannyiunknak öröm. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így összejött. Solti Györgyné egy olyan generáció tagjaként alkot maradandót, akik hitelesen őrzik dédmamáik, nagymamáik tradícióit. Valahol meg kell mutatnunk magunkat, és ez egy csoda, hogy egy ilyen helyen tudjuk megmutatni magunkat, ahol olyan emberek fordulnak meg, amit lehet értékelni, vagy akik értékelik ezeket a dolgokat, amit mi sok-sok órán keresztül dolgozva megcsinálunk. Hogy választott magának mintát, alapanyagot, egyáltalán miként fogott neki? Én erdélyi szőnyegeket festek, erdélyi festékes szőnyegeket, ez a mintavilág ragadt meg, azon belül is a kászonszéknek a mintavilága. Nekem ott van egy segítőm, aki 40 évig szőtt, Balázs Erzsébet. Őtől letanulom a szövést, a mintázást, a fonalat is onnan hozom, arról a vidékről, magam festem, tehát minden növényi festéssel készült. Ezeket a mintavilágokat pedig onnan gyűjtöttem, és onnan szövöm. A Kézműves Egyesület jelmondata ezen a tárlaton is megerősítést ad a látogatónak, hogy az alkotás formál, fejleszt, célt ad, közösséghez kapcsol. Pódium beszélgetésen vendégeskedtek a színház kávézójában a Julius Cézár darab főszereplői. A diskurzusban a színművészek megosztották gondolataikat az érdeklődőkkel szerepeikről. Kivételes érdeklődés mellett a színház kávézójában rendezték meg azt a pódiumbeszélgetést, amelynek keretében a moderátor Somos Ákos ezúttal egyaránt megvillantva bölcsész, újságíró és színházrendező innyét, egy kiváló hangulatú diskurzusban faggatta a Julius Cézár főszereplőit, Gáspár Sándort, Krisztik Csabát, Sarádi Zsoltot és Sági Tamást, az örökbecsű Shakespeare dráma kulisszatitkairól. A nagy angol történelmi és királyi drámai utáni korszakának az első darabja és a nagy legendás Shakespeare tragédiák előtti egyik utolsó darab. Néhány évvel a Hamlet és a Macbeth és aztán a Lear király meg az Otello előtt írta, akkor, amikor már nem
a jelenkorának, tehát a középkori, erzsébetkori Angliának a történelmét akarta színpadra állítani, hogy pontosan miért, azt nem tudjuk, de ugye váltott és a múlt felé fordult. Gáspár Sándor megfogalmazásában Julius Cézár a tragikus hős a zsarnok szerepében egy olyan látomásos világ emberének életét fogalmazta meg, aki a valaha volt csodát áldozza fel önmagáért, a hatalomvágyó önmaga érdekében. Azt gondolom, hogy egy diktátort is úgy érdemes eljátszani, és csak úgy szabad, hogyha az ő igazságát a jellemének részleteiben is meglévő pozitív dolgokat is tudja az ember képviselni. Tehát nem fekete-fehér, nagyon összetett, és ez a szerep erre kiválóan alkalmas, úgyhogy nagy örömmel dolgoztam benne. A csőcselék rikoltozott kérges pancsukat csapkodták, dobálták át a csapkáikat, és olyan mennyiségű büdös leheletet bocsátottak ki a szájukon, Cézár fuldokolni kezdett, elájult és a földre esett. Fel, lassabban! Cézár, elállj! De most mondtam, ne? Összeesett a piasztére, harcolt a száj, és egy szót se tudok kinyögni. Megvédítja, ha rájön a rohan. Nem Cézár, hanem én, meg te, meg a jó Kaszka, hazaki béna! Krisztik Csabának a felbújtó barát Brutus társaként Cassiust megformáló klasszikus elemeket ötvöző alakítása mellett kiemelt feladata volt a látványtervek, a képi és mozgásszínházi elemek kidolgozása, rendezése, amely megerősítette a darabban a színészi jelenlétet és mélységesen emberivé tette a történet tragédiába torkolló részét is. Én ebben belecsöppentem, mint Pilátus a krédóba, ha így a mozgásnak a tervezését. Ez tulajdonképpen a tervezés része az a próba folyamat alatt lett ez az én feladatom. Ugyanis így közben lettek gondolataim az egésszel kapcsolatban, és ez annyira tetszett a rendezőnek, hogy tulajdonképpen így útközben mondtam, hogy akkor én ezt mi lenne, hogyha én ezt átvenném, és ezt komolyan kezdeném el kezelni, mint a mozgását ennek az előadásnak. Brutus, alszol. Ébredj és nézd magadba, Róma talán egy. Szólj, szúrj, orvosolj. Brutus asszol, ébredj. Egyfélre összekébb az erre, már nem egyszer bedobtak hozzám. Kiegészítem. Róma talán. Sági Tamás, aki Brutust alakítva ismét a fellegek felé indult, úgy fogalmazott, hogy a 21. századi millió, amely körbeveszi az ókori Róma Shakespeare-i történetmesélésének kulcspillanatait, sokat segített abban, hogy maguk a színészek is átlényegüljenek, és megtartva az eredendőt, az archaikus mellett reflektáljanak a mára. A színház mindig is újra született, megfogalmazta magát minden korban. Szerintem kutya kötelessége minden színháznak megfogalmazni a túl a mondani valóan, egy olyan stílust is megfogalmazni, ami reflektál a mai korra, ami közelebb hozza az emberekhez ezt a történetet. Még tegnap is Cézár szava egy egész világgal felért, és most itt hever. És a legkisebb sem hajt fejet előtte. Emberek, a dühött lázadásra szítelem a szíveteket azzal Brutusnak és Cassiusnak ártalék. Nem ártok hát neki. Inkább ártok a halottnak, magamnak és nektek, mint a fethetetlen férfiaknak. Sarádi Zsolt Antóniusként sem tagadta meg önmagát, rendkívül hatásosan képviselte az örökérvényű elvet, miszerint a háttérből is megostromolható a csúcs, ha valaki hittel vállalja múltját és cselekvő erővel tesz a jövőért, bármi is lesz az. Shakespeare-i dramaturgia, tehát egyszerűen ez egy mestermunka, amit Shakespeare dramaturgia címén elkövet, például ebben a színdarabban is. Tehát miért legyen ki van mérve, hogy ki mit mond, ki hogyan mondja, kinek mik a szándéka, és egyszerűen egy ilyen színdarabot megéri közönség előtt játszani.
A remek hangulatú diskurzus megerősítette a színház barátai számára különleges élményt nyújt, ha a színművészek a darabban az általuk megszemélyesített szereplőkről megfogalmazzák gondolataikat. A történelem dalban elbeszélve sorozat témája ezúttal Mátyás, az igazságos volt. A Szent István Művelődési Házban Juhász Katalin néprajzkutató, Szabó Zoltán népzenész és Csörsz Rumen István irodalomtörténész tartott előadást a hunyadiak korát megidéző folklorról. A Szent István Művelődési Házban a harmadik résszel folytatódott a történelem dalban elbeszélve programsorozat. Mátyás az igazságos címmel ezúttal legendás királyunk és a Hunyadi család a folklórban fellelhető utóélete volt Juhász Katalin néprajzkutató, Szabó Zoltán népzenész és Csörsz Rumen István irodalomtörténész koncerttel és daltanítással egybekötött előadásának témája. Nagy keménység és hatalmas erejét megrontál Mahometre. Kis nagy győzedelmet ad a Fehérvárban szegény keresztjének. Édesapjáról, Hunyadi Jánosról szerte a Balkánon nagyon sok éneket énekelnek. Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában pedig az énekes folklórban fennmaradtak Mátyás történetek, amelyek a magyar hagyományban inkább ilyen tréfás mesék, anekdoták formájában maradtak meg, tehát prózai műfajokban. Egyetlen olyan ballada van magyar nyelven, eredetileg is magyar nyelven, az okos lányról szóló ballada, amelyet egyetlen egy helyen, a Moldvai Klézsén gyűjtött Kallós Zoltán, három változatban is, kétféle dallamváltozatban fogjuk megszólaltatni itt az előadáson, és meg is tanítjuk majd a nézőknek ezt a balladát, hiszen ez egy olyan kuriózum, amit azt gondolom mindenkinek kell ismernie. Hiszen ennek az egész sorozatnak is épp az a célja, az énekelt történelem, az a dalban elbeszélt történelem, az pontosan azt szolgálja, amit évszázadokon keresztül is szolgáltak ezek a történeti énekek, hogy az emberek élményszerűen, katarzisban éljék át a saját történelmüket, és ne csak a történelem könyveknek a betűit magolják be, hiszen hogyha valaki érzelmileg is kötődik a gyökereihez, a történeti gyökereihez, az sokkal-sokkal többet jelent. Szabó Zoltánnak néprajzkutatóként és népzenészként is szívügye és egyfajta küldetése a történelem nagyjainak folklórba ágyazott élete, illetve annak megidézése. Hunyadi Jánosról is, Hunyadi Mátyásról is elég nagy mennyiségű folkloranyag maradt meg. Érdekes módon nem a legnagyobb részben nem Magyarországon, hanem a Balkánon. Egy másodlagos hősének folyam gyakorlatilag a hunyadi csatáiról, a hunyadi életéről gyakorlatilag maradt meg. És érdekes módon a Mátyás hagyomány Moldvában tapintható ki, és nagyon izgalmas, hogy itt velünk szemben Szlovéniában még máig élő Mátyás hagyomány van, például majd a Kati elmondja a barlangokat. Tehát balladákban megéneklik Mátyás király történetét, és most a mai műsorban is hoztunk egy igazán kuriózum dalt a Mátyásról, mert egy szlovák balladát
gyűjtöttek még a 70-es években Budapestről északra a Pilisbe. Úgyhogy azt fogja a Rumen, ezt a gyönyörű balladát fogja előadni. A kérdés egy ilyen előadás kapcsán felvetődik, vajon a mondák és a mesék világához miként kapcsolódik a zene. Csősz Rumen Istvántól, a Muzika Historika Együttes alapítójától erre is választ kaphattunk szóban és dalban egyaránt. Egy fekete holló, hogy a Jánosnak bajzsán írva van, azt ki az orrában egy szép aranyhűrűt nagy égesen tartva, király szerelmében, hogy a Jánosnak ezt ott címerünk adán. Az mellett egy férdben, egy verhenyő színű oroszlánt király. Nem csak a balkáni földrajzi távolságok miatt, hanem azt hiszem kulturálisan is olyasminek lehetünk a tanúi, és szeretnénk mi a tanúsítói lenni a magunk zenekari munkájával. Miért is volt ez fontos? Hogyan válik egy írott történelem folklórrá? Hogyan helyettesítődnek be, hát valóban, ahogy említi, mesei vagy mondai alaptörténetek az eredeti történelmi szereplők sorsába, hogyan válnak maguk is egy kicsit mese vagy mondahőssé, balladahőssé, hogyan lesz rokon egy piliscsévi szlovák népballada Vörös Marti Szép Ilonkájával, vagy az összes olyan történettel, amely a szabad idejében kicsit udvarolgató királyokról vagy hercegekről szól, hát ez is egy visszatérő történet. Az én nézőpontomból ez még különösen fontos azért, mert ahogy Arany János is fölhívja rá a figyelmet a Szibinyányi Jank meg egyebek kapcsán, tehát van a mi képünk a magyar történelmi hőseiről, és rengeteg más tükörben is nézhetők, rengeteg minden mást gondolnak róluk, még ha heroikusan is, a környező népek, és ez mind-mind színesíti, árnyalja a képet, tehát hogy ne legyen egy sík, egyirányú olvasata az ilyesminek. Hunyadi János történeteiben, vagy Mátyás király, de később más hősök történeteiben is, emiatt egy csomó olyan szálat figyelhetünk meg, ami már tisztán költészet, tisztán irodalom, tehát a valósághoz nagyon-nagyon nincs köze, vagy nagyon távoli köze lehet csak, és ez nagyon ihlető volt a reformkori, egyáltalán 19. századi magyar értelmiségnek is. Tehát, hogy nem csak a saját erről megszokott képünk van, hanem ha kinyitja az ember a fülét a Tabáni Rácz kocsmákban, vagy akár, ahogy Arany a Margit-szigeten hallhat szerb sajkásokat, bármi mást, nagyon sok minden olyan inger érhet minket, amire érdemes odafigyelni, mert bizony abban akár hősének töredékek, ballada töredékek figyelhetők meg, az pedig, ahogy mondja, a guzlicájuk hangja mellett énekelhető Hunyadi Jánosról, Mátyásról és egyébről, az ő jelenkorukban ez még igaz volt. A 20. század nagy részében igaz volt. A mi kiváló műfordítóink, főleg Nagy László, Kis Károly, vagy a szlovén irodalom nagy tudora volt, Pavel Ágoston, az ő nevét is érdemes említeni, ők ezekből a versekből, amit népköltési gyűjteményekből tudtak fordítani, valójában magyar verseket csináltak, és egy nagyon gyakori, hogy a magyar közönség csak innen ismeri ezeket a történeteket. Mi már nem férünk hozzá nyelvi, meg egyéb okokból sem az eredeti forrásokhoz, nem tudnánk észrevenni, hogy kiről énekelnek sajnos. Ezek a műfordítások viszont közel hozzák, és lám énekelhetően hozzák közel. Tehát mi ezeket az eredeti dallamokkal, vagy kikövetkeztethető dallamokkal házasítani tudtuk, és remélhetőleg így érthetők maradnak. Tulajdonképpen így most a magyar kultúrának, magyar közkincsnek is részévé válik egy makedon, egy bolgár, egy román, egy bármelyik balkáni hősének, töredékek akár, valami így nekünk kiegészül, amit mi így ennélkül torzóban látnánk. A bensőséges hangulatú est hozadéka nem is lehetett más, mint hogy ismét megerősítést nyert, hogy a gyökereiben leledző történetek megőrzése a 21. században is kulcskérdés. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.